A lakáshitel felvételét ösztönözheti a családi otthonteremtési kedvezmény, az alacsony jegybanki alapkamat, valamint a kedvező hitelkonstrukciók. Az általunk megkérdezett szakértő elmondása szerint a térségünkben csak kismértékben növekszik a hitelfelvételi kedv. A lakáscélú hitelezés az egy kicsit speciális része ugye a hitelfelvételnek, mert az nem úgy működik, hogy most akkor szeretnék hirtelen bármilyen lakáscélú hitelt felvenni, mert hogy annak kell egy cél, hogy legyen. Azt mondom, hogy az elmúlt fél évben valamilyen szinten növekedett, talán a csoknak, talán annak, hogy az emberek azért látják, hogy beindul valami a gazdaságban, de olyan nagy boomról, amit annak idején vártunk, nem tudok beszámolni. A Szabolcs Takarék Szövetkezetnél a csokkot egyelőre használt lakás vásárlására veszik inkább igénybe, a már meglévő két gyermek után. De arra is volt már példa, hogy új lakást vásároltak az ügyfelek. Új lakás vásárlásánál a probléma az, hogy a kereslet és a kínálat nem mindig találkozik. Azt kell mondjam, hogy ennek a másik oldala is nehézkes, ugye, mert a lakások építése sem olyan ütemben halad. Kétfajta társasházépítőt sikerült eddig még látnunk fellennünk a piacon. Az egyik már tervezőasztalról eladta a lakásokat, a másik pedig még keresi a lehetőséget. A családi házaknál pedig egyértelműen még nem érzékeljük azt, hogy ott csokból szeretnének építkezni nagy mennyiségben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország szegényebb régiójába tartozik, nem olyan versenyképes, mint például a főváros és térsége. Ezért az itt élők jellemzően 5 és 10 millió forint közötti hiteleket vesznek fel.